Idén 14. alkalommal szervezték meg a fehérvári civil napot, és 80 szervezet vesz részt rajta, ami rekordot jelent az elmúlt évekhez képest. És hát mögöttem is látszik, hogy az érdeklődés is igen nagy. Kicsit mi is körbejártunk, és bemutatjuk, hogy miért jó egy ilyen civil nap. Szemerébetegekkel foglalkozunk, felnőttekkel, illetve gyerekekkel is foglalkozunk. Központtá alakultunk már egy pár éve, és azon felül, hogy felnőttek és gyermekek, egész családdal is szoktunk foglalkozni. Leginkább ugye szerhasználókra vagyunk specializálódva, ezért ugye alitológia is a nevünk, illetve mai napon hirdetjük a lassan megnyíló gyermekrehabunkat, ahol kiskorú szerhasználó és drogfüggő gyerekeket fogunk majd fogadni. És ezért érkeztünk ide, hogy bemutassuk a másik intézményünket, de hogy ez a kettő intézmény egészségdokkos, mint a többi, és hogy mi közösen fogunk együttműködni, így Székesfehérváron továbbra is. Mit lehet megmutatni egy ilyen civil napon ebből a tevékenységből? Látom, itt gyerekeknek készítettetek különböző kis játékos feladatlapokat. Elsősorban a nevünket, hogy az egészségdok ugye az embereknek a fejében megmaradjon, illetve hogy a szülőket el tudjuk érni, így nyilván gyerekeket kell először ide hívni, hogy a szülőkkel tudjunk beszélgetni, és azon kívül az, hogy milyen szolgáltatásokat tudunk nyújtani, mert ez nagyon fontos, mert sokan nem tudják, hogy oké, egy addiktológia, de azon belül milyen szolgáltatásokat tudnak igénybe venni, illetve milyen szakemberek dolgoznak még itt, meg még azt is, hogy minket is megjegyezzenek az emberek. Sok városi rendezvényre igyekszünk elmenni, és bemutatni azt, hogy az alapítvány mivel foglalkozik. Elsősorban a gyerekeket rengeteg hangszerrel várjuk, hogy kipróbálhassák, és hogy megszerezzék az első élményeiket, hogy később akár beiratkozzanak a zeneiskolába. Hogyan látod, lesznek zeneiskolások azokból a kis csemetékből, akik ide tévednek akár egy civil napra? És nem is akármilyen zeneiskolások, így van. Szerintem jó magamról is elmondhatom, de a kollégáimról is, hogy rengeteg zeneóvodából felcseperedő kisgyermek tanul náluk, és nagyon szép eredményeket érnek el. Miért jó ez a civil nap? Mi mennyivel másabb, mint mondjuk egy bármilyen másik városi rendezvény? Számunkra azért kedvező, mert egyrészt nem csak a célközönséggel találkozunk, hanem a többi civillel, így egy ilyen szakmai párbeszéd is kialakulhat közöttünk. Speciál most már 2 éve a Gárdonyi Géza művelődési ház szomszédjai vagyunk, és nagyon örülünk nekik, hogy mindig tudunk velük beszélgetni és megosztani az eddig élményeinket. Ugye mi több funkciót is ellátunk, ugye van egy népmesepontunk, van egy művelődési házunk, és ugye maga a könyvtár. Ezeket tudjuk most ugye itt népszerűsíteni, a népmesepontjainkon szeretnénk elindítani újra a családoknak szóló havi programjainkat, illetve a könyvtárunkban indul a Liget Műhely Olvasóklub, illetve gyerekeknek a könyvklub is. Mennyire fogékonyak a gyerekek a mesékre, a könyvekre, hogyan látjátok, nyilván itt is kaptok visszajelzést. Abszolút, nagyon szeretik a gyerekek és a szülők is, és főleg ezeket a közös programokat, ahol közösen szerezhetnek élményeket, és együtt tölthetik el a szabadidejüket. Érdemes kijönni a civil napra? Hogy látod, milyen gyümölcsei vannak egy ilyen jelenlétnek? Én úgy gondolom, hogy azért is érdemes kijönni, mert tényleg körül lehet nézni, és meg lehet nézni, hogy Székesfehérváron milyen programok vannak, illetve a civil szervezetek is egymással tudnak ismerkedni, ötleteket gyűjteni, és ez nagyon-nagyon hasznos. Hosszadalmas előkészítési munka, ám annál izgalmasabb előkészítési folyamat előzte meg a székesfehérvári civil napot. Tulajdonképpen már a nyár elején elkezdtünk azon gondolkozni, hogy hogyan s miképp lehetne megvalósítani, leginkább ugye a koronavírus okozta nehézségek után, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szerencsésen alakult minden. Természetesen ugye a pályázati felhívást azt kiküldtük a civil szervezeteknek, meghirdettük. 79 civil szervezet vesz részt, így egészen pontosan, velük több körben volt helyszíni bejárás is, ahova nagyon-nagyon sokan eljöttek. Telefonon, e-mailen kerestek minket, és én azt gondolom, hogy mindenki igényeit próbáltuk teljes mértékben kiszolgálni. Akár technikai igény, akár az elhelyezkedés. Illetve amit még nagyon fontosnak tartok megemlíteni, az, hogy különféle sétányokat próbáltunk kialakítani. A tematikus elrendezés eddig is megvolt, azonban most iránymutató táblákat helyeztünk ki. Merre vannak az egészségmegőrzők, a szépkorú szervezet. Továbbá a művészetet ápolók, a sportos szervezetek, tehát így az egész Dicsi Ligetet próbáltuk így elhelyezni.
Az élet minden területéről jelentkeztek és érkeztek is civil szervezetek az Ichligetbe. Ha valaki szeretne részt venni drogprevenciós felmérésen, tájékoztatón, vagy akár bármilyen egészségi felmérésen, akkor annak segítséggel állnak a rendelkezésére a szervezetek. Ha valaki sportágat vagy küzdősportot szeretne kipróbálni, akkor ott is megtalálja a számításait, pont úgy például, mint itt a japán harcművészeti dobok. Hiszen az önmagában a harcművészet is egy sport, azonban ugye itt nagyon érdekes, hogy ezeket a harci dobokat is ki lehet találni, meg ki lehet próbálni. Tulajdonképpen még amit fontosnak tartok megemlíteni, hogy a művészettel foglalkozó szervezetek is kint vannak, tehát aki hangszert szeretne kipróbálni, az is megtalálja a saját magának legmegfelelőbb hangszert, valamint ha kézműveskedni szeretne, arra is van lehetőség. Annyival másabb a megjelenésünk és a bemutatkozásunk, hogy itt vannak a többi civil szervezetek képviselői is. Fehérvári Huszárnak bemutatkozik Székesfehérváron, nem biztos, hogy ez a legmegfelelő alkalom és a helyszín is, de az összes többi társegyesület együtt már igen. Az, amit mi képviselünk, az a katonai hagyományőrzésnek a megjelenítése, a bemutatása, és a most jelen itteni tartózkodásunk alatt is látni lehet, hogy egy korszakot szeretnék megmutatni, tehát megmutatni az 1848-49-es időszakban a szabadság ideje alatt viselt egyenruhát, illetve majd a monarchia korban lévő egyenruhát, amit Fehérváron huszárok viseltek. És ez nem minden nap adatik meg, hogy egyszerre mind a két egyenruha itt tudjon lenni, de nem csak az egyenruha, hanem majd lassan mindjárt felnyergelésre kerülnek a lovaink, hiszen a lovaknak a felszerelése is ugyanúgy változott, mint ahogy az egyenruha is változott a viseletben. Azért azt látom, hogy nagyon szelíd lovak vannak itt, és kisgyerekek mászkálnak a környéken, tehát hogy ez egy nagyon gyerekbarát program. Igen, tehát a lovaink a folyamatos együttléttel és a folyamatos együtt megjelenéssel is teljesen emberévé tudtak és barátságosra tudnak változni, és már azért veterán kipróbált türelmes állatok. Az, hogy a gyerekek közelségét is elviselik, az természetesen, hiszen a rendezvényeik nagy részén egy bemutató, egy huszáresemény után a lovagoltatás elengedhetetlen, hiszen a gyerekek imádják, szeretik a lónak a közelségét, lovat megsimogatni, lóra felülni, és ahogy a gyerek érzi a lónak a közelségének az ingerét, a muszáját, a ló is szintén úgy van, hogy szereti a gyerekeknek a közelségét, és ez a két szeretet találkozik, az a legszebb látványosság egyike. Azt gondolom, hogy a civil szervezetek a mai ingergazda környezetben nagyon nehezen tudnak eljutni az emberekhez, és ugye a civil társadalom egy nagyon fontos szegmense az életünknek, hiszen ahol az állam keze nem ér el, ott a civileknek kell egy kicsit jobban tevékenykedni, és hogy körbenéztek, akkor nagyon széles a repertoár, tehát az egészségügyi szervezetektől a sporton át, az állatügyekkel, társadalmi, családügyi kapcsolatok, tehát elég szerteágazó a dolog. És ahhoz, hogy az emberekhez eljussunk, szerintem elengedhetetlen egy ilyen rendezvény. Tehát, hogy egyszerűen a mai világban, anélkül, hogy megmutassuk magunkat, nem tudunk eljutni az emberekhez, és azért öröm külön számomra, hogy ilyen színes ez a repertoár, hogy az embereket is érdekli, hogyha körbenéztek, rengetegen látogatnak ki, és kíváncsiak arra, hogy mi minden van, ami civil. Milyen gyümölcsei vannak már, és milyenek lehetnek egy ilyen civil napnak? A saját példámat tudom mondani, hogy amikor 2009-ben kimentünk az első civil napunkra, a mai napig az együttműködéseinknek a nagy részét azokkal a civil szervezetekkel töltjük, akiket ott megismertünk, hiszen ez magunknak is egyfajta közeg, és itt egymást megismerjük, meglátjuk, milyen működési területe van, és a hétköznapi során pedig segítjük egymást, hogy minél több emberhez eljussunk mindannyian. Ilyenkor egy kicsit egymásról is tájékozódnak a különböző szervezetek, nem csak ők adnak tájékoztatást? Igen, én azt gondolom, hogy igen. Tehát egymással is, a környezetnek is kifelé is mutatunk egy képet, hogy mivel foglalkozunk, és az ide látogatók is sokszor keresik azt a lehetőséget, ahol önkénteskedhetnek, vagy egy olyan ügy, ami mellé állnak, mert van erre energiájuk, szabadidejük. Szerintem ez egy fantasztikus lehetőség. Ki a közönsége egy ilyen napnak? Hát mondanám, hogy 3-tól 99-ig, és ha körbenézünk, valóban a legkisebb gyerekek már itt az előbb a
kis gyerekkoncertnél már itt voltak, és a körbenéztek egészen a legidősebb korosztályig mindenki kilátogat, úgyhogy ez nemtől kortól független érdeklődésre tarthat számon ez a program. Elégedett a szervező? Ilyenkor, mikor ezt látja? Igen, abszolút, tehát hogy ez szerintem minden idők legnagyobb ilyen rendezvény, ezt nem tudom, a számok ezt mutatják, de ahogy kinézek, hogy minden egyes stand egyre színesebb, egyre nagyobb, egyre szagosabb, érdekesebb, úgyhogy az idén még komolyabban vették a szervezetek ezt a fajta bemutatkozási lehetőséget. Még egy kérdés, hogy a Covid időszak mennyire nyírbálta, vagy erősítette meg ezeket a fehérvári civil szervezeteket, hogy látod? Akár saját példával is válaszolhat. Nehéz kérdés, talán minden szervezet egyedileg élte ezt meg. Én azt tapasztalom, hogy szerencsénk volt, hogy tavaly évben még a Covid ellenére meg tudtuk tartani a civil napos rendezvényt, azonban rengeteg olyat látok, amikor folyamatok vagy segítségnyújtások megálltak emiatt a helyzet miatt, ahogy az ország is, meg a világ is megállt, de hát azzal a reménnyel nézünk a jövőbe, hogy ez már a múlt, és megyünk tovább, és ahogy beszélgetek a többi civil társammal, mindenki ugyanazzal a lendülettel ott, ahol abba hagyta, folytatja tovább. Most már mondhatjuk azt, hogy tradicionális a civil napi Székesfehérváron, és nagyon szépen építkezik is ez a program, hiszen mai napon már 80 szervezet mutatkozik meg itt a Zicsi-ligetben, és egy igazi családi nappán nőtte ki magát, tehát nem csak arról van szó, hogy találkozhatunk a civil szervezetekkel és megismerhetünk az ő munkájukkal, hanem tényleg szórakozhatunk, jól érezhetjük magunkat. A gyerekektől az idősekig mindenki megtalálja a maga szórakozási lehetőségét. Én azt gondolom, hogy így lehet igazán közel hozni a civileket ahhoz a lakossághoz, akik egyébként később akár önkéntesként is tudnak neki segíteni a mindennapi munkában. Sokan jelentkeztek, kellett válogatni, vagy ez olyan, hogy mindenki jöhet, aki akar? Természetesen mindenkit fogadunk sok-sok szeretettel, hogyha jövőre 100-an, 120-an leszünk, akkor 120 szervezetnek adunk lehetőséget a bemutatkozásra. Én azt gondolom, hogy a Zicsi-liget lehetőséget ad arra, hogy tényleg egy olyan helyen, egy olyan nagy területen tudjunk a civilekkel találkozni, ami mindenki számára komfortérzetet nyújthat, és mindenkinek szórakozást tud nyújtani majd. A városnak is van ebben az összefogásban szerepe. Hogyan tudja a város koordinálni és segíteni a civilek munkáját? Valóban nagyon fontos, hogy a város nem támogatóként lép fel a civilekkel kapcsolatban Székesfehérváron, hanem együttműködőként. Tehát szeretnénk a civil szervezetekkel egy olyan együttműködést kialakítani, ami a mi szerepünket úgy definiálná, hogy segítünk hidat építeni a lakók és közöttünk, olyan programokat szervezni, ahol megismerkedhetnek a munkájukkal, és olyan programokat szerveztetni a civil szervezetekkel, ahol mi együttműködéként tudunk megjelenni. Tehát szigorúan szeretném mindig azt mondani, hogy nem támogatunk, hanem együttműködünk a szervezetekkel. Én azt gondolom, ez a legfontosabb, amikor ágazatok, ez a civil szervezet, az önkormányzat, intézmények és maga a lakosság együtt tud működni konstruktívan. Én azt gondolom, ez a legszebb példája lehet annak, hogy hogyan kell működni egy társadalomnak, és a Székesfehérváron elmutatjuk, hogy ez nagyon jól működik. Polgármester úr ugye a nyitott kapuról beszélt, ugye a Fehérvár címere is ugye a nyitott kapu, és hogy azért ezen a kapun, tehát mennyire kell kopogtatni, tehát hogyha valakinek bármilyen ötlete van, akkor hogyan tud belépni ezen a kapun, és hogyan tudja a várossal létrehozni egy együttműködést? A mai nap is jól mutatja azt, hogy rengeteg szegmens mutatkozik meg a civil szektor berkein belül, tehát az egészségügytől a sportklub, akik mindenki jelen van, több mint 10 részre kellett bontanunk ma is ezt a tematikát, ilyen alapján megmutatkoznak a civil szervezetek, tehát elmutatjuk azt, hogy ez a város nyitott mindenkire, aki alapítványként, egyesületként, szociális intézményként szeretne segíteni a székesfehérváriaknak, vagy akár csak közösséget alkotni, hiszen nagyon fontos, hogy a civil szervezetekről mindig úgy beszélünk, mint segítő szervezetekről, de sokszor csak közösség alkotó ereje van egy civil szervezetnek, hiszen összehoz olyan embereket, akik saját érdeklődésüket szeretnék egy kicsit kibontakoztatni és másokkal megosztani. Úgyhogy én mindenkit arra bíztatok, hogyha lát maguk körül olyan embereket, akik ugyanabban az érdeklődési körbe esnek, akkor alapítsanak alapítványt, egyesületet és mutassák meg ezt a székesfehérváriaknak, és így bővülni tudnak majd ők is. Ez milyen galamb? Mit lehet róla tudni? Ez pomerániai vegyes. Aha. És miért pont ezt választotta? Hát ez a kedvenc galambom. Aha, és miért? Szépsége miatt? Igen. Meg jó költők, úgyhogy még mikor Csunga Tollas a
kismadár alatta, már a hím hajtsa tojót fészekre, hanem tojassa le. Aha. Ön galambász? Igen, igen. Én tenyésztem ezeket. Aha. És hány galambja van? 40 darab. Szép. És mi a szerepük ezeknek a galamboknak? Mire kiállításra hordjuk őket minden évben a Volánnál, akkor vidéken, ott különböző városokban. Tessék! Valami újat találtunk ki! Hoppá! Szerintem színes a város, és befogad minden kezdeményezés, amit a közösség építi, erősíti, összetartja. Maga a város címere is ilyen, hiszen egy nyitott városkaput ábrázol, és talán ez a kép nagyon jó illik a civil naphoz. Nem tudtuk, hogy lehet majd megszervezni, hogy nem, de kiderült, hogy szerencsére lehet civil nap 2021-ben. Akkor arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyi civil közösség fog ezt csatlakozni, de hát 79-en vannak, ez minden korábbinál több. Ami azt is jelenti, hogy sok ilyen közösség van szerencsére a városban, és ők képesek összefogva, együttműködve, magukat bemutatva egymásra is kíváncsian idejönni az Icsirigetbe. Jövőre lesz a 15., úgyhogy ez most egy nagyon jó bevezetője a jubileumi jövő évi rendezvénynek. Jó látni, hogy valóban színes, rengetegféle területen, szociális területen, kulturális, oktatás, egészségügy, sport területen, környezetvédelem területén egyaránt megjelennek a civilek. Az önkéntesség nélkülük abszolút elképzelhetetlen. Nem vártuk, de a másfél évben sajnos erre különösen nagyon nagy szükség volt, de bizonyítottak a civilek, és jó, hogy most látni őket együtt, jókedvűen, mosolyogva, jó látni, hogy találkoznak egymással, együttműködések jönnek létre, és hát jó alkalom arra is, hogy egy kicsit megmutassák magukat, azaz toborozni tudjanak olyan embereket, akik egy-egy területen szívesen csatlakoznának valamilyen civil közösséghez. Mennyire számít a civilek munkája mondjuk egy városvezető szempontjából, mennyire tesznek hozzá a város működéséhez? Szerintem ez egy nélkülözhetetlen része a városnak. Hogyha azt mondjuk, hogy ez egy csapatmunka, és a polgármester nem maga a csapat, hanem a csapatnak csak a kapitánya, akkor ez talán szimbolikus kép ahhoz, hogy akkor tudunk fejlődni, ha együtt tudjuk ezt megtenni, ahhoz pedig közösségek kellenek. Kell az alulról jövő kezdeményezés, ötlet, javaslat, kritika, problémafelvetés egyaránt, és hát a közösségi média világában pedig eleve rengeteg civil kezdeményezés jut el az emberhez, de nekünk is nagy segítség, ha az adott terület képesek összeszerveződni, van egy kis önkormányzatuk a civil szervezeten belül, és onnan már egy olyan közös álláspont jön véleményként, javaslatként, amit mi a döntés előkészítésben vagy végrehajtásban tudunk hasznosítani. Akár anyagi támogatásra is pályázhatnak a civilek a város részéről? Igen, eznek szép hagyománya van a városban, az úgynevezett civil alap pályázatai, ennek talán a legismertebb kerete, ami működésre is, de leginkább rendezvényekre, programokra, a cselekvésre buzdítja a civil szervezeteket, ahhoz ad támogatást. Vannak az egyéb keretek, ahol szintén tudnak pályázni, és hát nem tudom, mi lesz az idei évnek a végszáma, de biztos, hogy valahol 300 és 400 között lesz azon civil szervezeteknek a száma, akiknek valamilyen módon ad biztosít támogatást az önkormányzat.